egyforma, ugye a Ferencváros győzelmét mutatta, de ennek ellenére nyerni szerettünk volna ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy látszott is. Az első fél időben, az első 30 percben azt gondolom, hogy beszorítottuk a Ferencvárost. Lehettünk volna még veszélyesebbek. Sajnos döntő helyzetekben volt egy-két technika hiba, ami ezt megakadályozta, hogy még jobban eljutunk a helyzetekig. Lehetőségeink voltak. A csapat azt gondolom, hogy most nyújtotta a legjobb teljesítményt, nagy akarattal játszottak a játékosok. Sajnos a gól az nem jött össze, az hiányzott, így meg kell elégednünk az egy ponttal. Azt megelőztél, mert én is azt akarom kérdezni, hogy egyetértünk abban, hogy ez volt a legjobb teljesítmény, akkor kicsit fordítok rá, hogy szerinted az előző három meccsen egy hasonló pozícióval mennyivel elvitte volna a tudásokat? Pakson az első két mérkőzés után azért változtattunk, tehát azt gondolom, hogy a paksi játékot, paksi eredményt is meg kell becsülni. Nyilván mi helyzetünkben minden pontot, de mondom, a három ponttal lennék igazán elégedett. Ugye pedig tehát egy jó Ferencváros ellen léptünk pályára, akik az elmúlt héten mutatták az erejüket. Még egyszer mondom, a csapatot én megdicsérem, mert azt gondolom, hogy nagy akarattal és jó felfogásban játszottak. Sajnos a gól az nem jött össze. A rendszerben a három pontokban döntetlen, nem ér, viszont én azt gondolom, hogy elköltséges sokat érhet ez a produkció csapat. Most a mi helyzetünkben ugye azért négy mérkőzés után két pontunk van. Hát majd a jövő eldönt, hogy mennyit ért ez a döntetlen. Ilyen téren mindenképpen, tehát a srácok látták, hogy igenis, hogy bárki ellen van keresni valójuk, ugye ezzel a hozzáállással, ezzel a mentalitással, ezzel az akarattal. Itt még a pontosabb végjáték szükséges, hogy ott ugye ne hibázzunk bele, és akkor előbb-utóbb bízom benne, hogy a győzelem is meg lesz, de természetesen erre a teljesítményre lehet építeni. Fizikálisan mennyire voltak rendben a srácok? Volt talán egy-két holdpont a mérkőzésen, azt inkább ennek tudható be, vagy inkább akkor a Fradi vette át? A Fradiban azért, a Fradi nagyon, hogy mondjam, tehát egy nagyon jó képességű csapat az égóban van. Nyilván, hogy mondjam, tehát nagyon sok energiát felemésztett az, hogy többször a saját térfelükön is próbáltuk megakadályozni a labdaközlatalukat, hogy tudják építeni a játékot, illetve ne tudják megjátszani mélységig passzol a Rui Pedrót és a Goriánt, és azért ez nagy energiákat emésztett fel a srácokba. Azt sajnálom, hogy akkor lehetőségünk volt, nagyon jól mentünk rá sokszor védekezésből támadásra, de a befejezések ugye nem sikerültek. Illetve a Holman Dávid ugye azért sérültem vált a játékot, mert bebuzadt a lábfélje, kapott tegnap rá egy rugást sajnos, és biztosan benne, hogy azt a helyzetet azt lehet, hogy berúgta volna ott, ha egészséges, illetve elfáradt, fölösleges erről beszélni, azt gondolom, minden játékos megérdemli a dicséretet. Egy mérkőzést, hogyan, tehát nem lehet végig úgy, hogy dominálni, én azt gondolom, hogy a Fradi ellen így tudta helyenként uralni a mérkőzést a csapat, és azért sokszor mi domináltunk, az mindenképpen dicséretes. Also, ich werde mich echt kurz halten, ne? Tényleg rövidre fogom magamat. Weil, wenn ich alles das wiedergebe, was ich denke, das wäre nicht gut. Ja, mindent visszaadnék azt, amit gondolok, az nem lenne jó. Okay, heute haben zwei Mannschaften hier auf dem Platz gestanden, das war Not gegen Elend. Gyakorlatilag ma két csapat játszott egymás ellen itt a pályán, egyik sem volt sokkal jobb egymásnál. Also, Debrecen, denke ich, kann ich verstehen mit einem Punkt, dass man nicht hier mit riesen Selbstvertrauen auftritt. Debrecenet meg tudom érteni, egy pontjuk van, hogy nem hatalmas, nagy önbizalommal léptek föl, de mégis jól hajtották végre a dolgokat. Aber das, was wir abgeliefert haben, das hatte sehr, sehr wenig heute mit Profifußball zu tun. De amit ma mi teljesítettünk, az annak nagyon kevés köze volt a profi labdarúgáshoz. Ja, ich bin maßlos enttäuscht.
nach einer guten Leistung letztes Wochenende so ein Mist hier abzuliefern? Ich glaube, dass ich nagyon csalódott vagyok. Múlt héten nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, és ezt követően ezen a héten pedig gyakorlatilag ennyire rossz teljesítményt nyújtottunk. Und deshalb ist es besser, wenn ich das jetzt erstmal sacken lasse und dann mit meiner Mannschaft darüber spreche. Ja, am Ende musst du froh sein, dass du noch einen Punkt mitnimmst bei so einem Fußball. És éppen ezért gondolom, hogy jobb, hogy hagyom egy kicsit ülepenni, majd megbeszélem ezt a csapatommal. Végezetül mégis azt mondhatnám, mégis szerencsés és jó dolog, hogy egy pontot magunkkal tudtunk vinni. Aber der ein oder andere sollte schon zusehen, dass der hier bessere Leistung abliefert. De természetesen némelyik játékosnak arra kéne törekednie, hogy mégis csak jobb teljesítményt tudjon nyújtani. Meglepte valamivel a DVSC? Hát DVSC, az a Debrecen szemben jól vesz egy ubárást hajta. Nee, das Einzige, wo ich überrascht war, war die Leistung von meiner Mannschaft. Nem, nem lepett meg, az egyetlen dolog, ami meglepett, a saját csapatunk teljesítménye volt. Also ich habe ja schon viele Fußballspiele gesehen und so viele Ballverluste und so ein Hin und Her wie bei einem Flipperautomaten, also das habe ich selten gesehen. Vielleicht muss man die Jungs entschuldigen, dass es sehr, sehr heiß war auf dem Platz, aber wirklich... Toller Platz, die Sonne war nicht mehr da, schönes Stadion, wirklich die Bedingungen waren eigentlich ganz gut. Und dann so einen Grottenkick abliefern, also wirklich, ich bin sonst nicht so kritisch, aber das hat wirklich mit Fußball nichts zu tun. Ich kann die Leute auch verstehen, die da auf ihren Sitzen sitzen und denken, was ist denn das hier? Tényleg mondhatnám, hogy nem volt jó a teljesítmény. Sok labdarúgó mérkőzést láttam az életem során, de gyakorlatilag ennyi kis, könnyű hiba, labdavesztés volt. Gyakorlatilag ilyen csiki-csuki, oda-visszamentek a dolgok. Olyan hektikus volt az egész mérkőzés. Olyan érzésem volt, mintha egy flipper gépben játszanának. Úgyhogy tényleg ez nem semmi köze nem volt egy ilyen profi labdarúgáshoz. Lehet, hogy elnézést kell kérnem a csapat vagy a fiúk nevében, lehet, hogy tényleg túl meleg volt, de igazából nem volt ez egy jó teljesítmény. Ja, és nem szoktam ennyire kritikus lenni, de ez van ma. Wir hatten die Chance, heute nach oben zu kommen auch. Lehetőségünk volt ma feljebb lépni a tabellán. Und sitzen drei Stunden im Bus und liefern so einen Müll ab. Also das ist unbegreiflich. És akkor 3 órát ülünk a buszba, és a végén utazunk, és a végén gyakorlatilag hát egy ilyen mérkőzést nyújtunk itt mindenkinek. Und jetzt fahren wir wieder 3 Stunden zurück. És most 3 órát fogunk visszautazni ezért.